A műsor támogatója az Akucsek Instant forgalmazója, a Roche Magyarország Kft. A rovat támogatója, az Akucsek Instant forgalmazója, a Roche Magyarország Kft. A lángos számomra egy olyan étel, aminek egyszerűen nem tudok ellenállni. Tök mindegy, hogy hideg, meleg, töltött vagy töltetlen, sima vagy sajtos, tejfölös, én mindenhogyan imádom. Úgyhogy most megmutatom nektek az Adri féle kolbászos lecsós lángost. Első lépésként a langyos tejben felfuttatom az élesztőt. Ennek nagyjából 10-15 perc kell, addig viszont összedobom a lángos tészta alapját. Szükségem van egy üvegtára és egy szitára. A lisztet átszitálom, és így légiesen könnyed lesz az a tészta. Szerintem, aki ismer engem, az pontosan tudja rólam, hogy imádom a magyaros ízeket, de szeretem az egészséges alapanyagokat is. Még jobban szeretem, ha ez a kettő együtt vegyül, úgyhogy most ebben a tésztában egyesül. Hiszen bokkék szőlőmag örleményt használok, ami egyébként szuperül beleilleszthető a laktózés gluténmentes táplálkozásba is. Egyébként salátákba tökéletesen öntetbe is bele szoktam keverni, de tésztákba, például kenyértésztában, lángos tésztában, süteményekbe, desszertekbe is isteni. Úgyhogy szerintem mindenképp próbáljátok ki, mert nem csak az íze különleges, hanem egyébként az immunrendszert is erősíti. Na, mehetünk tovább, kétféle alapanyag már itt van, jöhet a következő. Mehet bele a só, és az olaj is. Mielőtt elkezdem dagasztani a tésztát, azelőtt még hozzáadom a felfuttatott élesztőt is. Óvatosan mehet hozzá. Az egész alapot krémesebbé teszem tejföllel. Biztos észrevettétek már, hogy az összes Adri's Kitchen adásban magyar tejtermékeket használtam, most épp ezt a tejfölt, és egyébként azért nagyon szeretem, mert krémes, légies, és egy kicsit ilyen tejszínes íz hangulata van, ha mondhatok ilyet, úgyhogy én mindenképp ezt javaslom hozzá. A tésztát még tovább dagasztom, aztán konyharuhával letakarom, majd mehet be a sütőbe 40 fokon, hogy nagyon szépen megkeljen, egy órára van szüksége. Egyébként ennek a sütőnek nem csak a gőz funkcióját imádom, hanem azt is, hogy az ajtót önmagától becsukja. Nagyon-nagyon innovatív. Na de menjünk tovább, még a lángos kell, addig összedobom a lecsós alapot. Szükségem van a hűtőből a paprikára. Ha már a sütőről beszéltem néhány szót, akkor kitérnék a hűtőre is. Van benne egy páratartalom szabályozás, amitől a zöldségek és a gyümölcsök akár 14 napig is frissek tudnak maradni, így kevesebb szer kell ugye vásárolni. Na, itt a paprika, amire még szükségem van, az a paradicsom, természetesen a vöröshagyma és a fokhagyma. Úgyhogy ezeket elkezdem felvágni, és aztán megcsinálom a lecsó alapot. Hozom is a kést, és jöhet egy klasszik hagymavágás. A serpenyőt felhevítem, majd hozom is a zsírszalonnát.
Ezt apró kockákra vágom, és ezen dinsztelem majd meg a hagymát. Jaj, de imádom ezt a sistergő hangot. És természetesen olajat is használhattok, étolajat vagy szőlőmagolajat, de ezáltal sokkal-sokkal ízesebb lesz. Egy picit megkevergetem. És ha így kiizzadta a zsiradékát, akkor mehet rá a hagyma. Addig viszont fölvágom a fokhagymát is. Jöhet hozzá a piros paprika, amit én azért most teszek bele, mert hogy a zsiradékban a legkönnyebben oldódik, úgyhogy a hagymák után jöhet az őrölt piros paprika. Egyébként hallottam azt is a piros paprikáról, hogy érdemes csak a legvégén beletenni, az utolsó 20 percben, mert akkor őrzi meg a legjobban a színét és az ízét, de én így kipróbáltam, és nekem így jobban működött. Jó, az egészet elkeverem, közben a hagyma tovább dinsztelődik, és jöhetnek a zöldségek. Ugye a klasszik lecsó hozzávalói a paprika, a paradicsom, és természetesen még lehet további zöldségekkel turbózni. Én néha beleteszek cukkinit is, vagy padlizsánt, mert ugye a férjem nagyon-nagyon szereti. De a kolbász az kihagyhatatlan része, hiszen attól lesz nagyon-nagyon ízes. Jó, paprika, paradicsom vágás. Annyi az info hozzá, hogy mindkét zöldséget egy méretűre vágjátok, hiszen a végén, ha belekerül abba az evőkanálba és megkóstoljátok, akkor egy ilyen ízorgiát ad a két zöldség. Ugye a paradicsom héja az olyan, hogy nem nagyon puhul meg a főzés hatására sem, úgyhogy javaslom nektek, ha zavar titeket, hogy rajta marad, akkor előtte egy egész paradicsomot vegyetek, rakjatok rá egy X-et, és tegyétek forró lobogó vízbe 30 másodpercre. Valójában blansírozzuk, mert utána kiszedjük, és hideg vízbe tesszük, és nagyon könnyen le lehet húzni a héját. Engem viszont itt abszolút nem zavar, mert hogy kicsi darabokra vágtam. Úgyhogy most mehet bele az alapunkba a paprika, és így a paradicsom is. Eljött a kolbász ideje. Apró kockákra vágom, majd hozzáteszem a zöldségekhez. Ha ez egy hagyományos lecsó lenne, akkor nyugodtan lehetne hígabb, tehát szaftosabb. Viszont mivel ez töltelék lesz, ezért a szaftot mindenképp főzzétek el. Mehet bele a kolbász, és ahogy látjátok, tényleg egészen apróra vágtam ezt is. Ugye a hagyományos lecsóban nagyobb lehet a paprika, a paradicsom, a kolbász, vagy bármely más zöldség, de mivel ez itt töltelék, éppen ezért érdemes egészen picire vágni mindent. Végül sózom, borsozom, és még egy picit összerottyantom. Elkészült szerintem a lángos tésztája is, nagyon szépen megkelt, úgyhogy az egészet kiformálom, és tényleg kisütöm a végén. Alig várom, hogy megmutassam nektek a csodaszép tálalását is. A lángos tészta szuperül megkelt, az olaj hevül, közben lehűlt a töltelék, mert ugye ez kerül majd bele a lángos tésztájába is, hogy ne olvadjon fel a tészta, ezért visszahűtöttem. Szóval minden kész van, most állíthatjuk az egészet egybe. Először lazán átgyúrom a tésztát, csak óvatosan, hogy ezt a légiességét ne veszítse el. Kikerül egy lisztezett vágódeszkára, és most elkezdem felszeletelni. Ezt nézzétek meg, hogy milyen szellős a tésztája, és ez azért jó, mert a végén többet tudtok belőle enni. Ráadásul én kisebbre formálom, kisebb kis lángosokat kapok belőle, és így tényleg én nem ismerem belőle a mértéket, tehát sokat-sokat lehet belőle majd elfogyasztani. Minden tésztából gombócot formálok, majd utána nagyon szépen így kinyújtom a tésztát egészen vékonyra. Jöhet a töltelék, amit már lehűtöttem. Beleemelem középre. Figyelek arra, hogy mind a négy oldalt maradjon nyers tészta. Most viszont jöhet az összefogás.
és a tölteléket becsomagolom. Majd forró olajban mindkét oldalát kisütöm. És ezért jó, hogy összenyomkodjátok a tésztának a széleit, mert akkor egyáltalán nem folyik ki a töltelék. Úgy, ahogy van, tökéletes, most az összes többit megtöltöm és kisütöm. Kisültek ezek az isteni lángosok, amiknek az illata mennyei, és alig várom, hogy megkóstolhassam, de előtte ígértem, hogy feldíszítem nektek. Megmutatom, hogy én hogy stylingolom. Ide raktam egy egyszerű fehér tányért, ami nagyon szépen kiemeli a lángosnak a színét. És mehetnek egymás után sorakozva a lángosok. Ha ez megvan, akkor mehet rá a tejföl, hiszen mondtam nektek, hogy nem ismerem a mértéket, nem elég, hogy meg van töltve, még a tetejét is feldíszítem, és ugye klasszik a tejföl és a reszelt sajt, úgyhogy tényleg az is megy még rá. Végül friss petrezselyemet rátépkedek, csak úgy lazán. Nem csak a színe, hanem az íze miatt is nagyon jó hozzá. És elmaradhatatlan a piros kockás konyharuha is, azt is mellé teszem. Én tuti, ha ételképet készítenék, akkor így fotóznám le. Bízom benne, hogy bebizonyítottam nektek, hogy a lángos készítés az nem is olyan ördögtől való dolog, nagyon egyszerűen összedobható, és így töltöttem isteni. Úgyhogy próbáljátok ki, sziasztok! A rovat támogatója, az Akucsek Instant forgalmazója, a Roche Magyarország Kft. A mai egészségpercek rovat vendége Erdős Anita, a Whirlpool CS szakértője, és vele fogunk beszélgetni a főzőlap, a sütő, illetve a hűtő funkcióiról és használatáról. Na hát eperke, kezdjük is a hűtővel, amin látszik, hogy külcsínben is jóval túlmutat elődeinél. Na de mit tud pontosan, mutasd meg nekem, kérlek. Rendben, ugye nem csak külcsínben, hanem belcsínben is jóval túlmutat. Ugyanis egy dual no-frost technológia van beleépítve, ami azt jelenti, egyszerűen elmondva, hogy teljesen két külön körön működik a hűtés. Tehát a hűtő része, illetve a fagyasztó része külön hűtőkörökkel működik, ami igazából azért is jó, mert hogyha mondjuk egy halat fagyasztasz benne, akkor nem jön fel a szag a felső részbe, mert teljesen el van zárva egymástól. Továbbá antibakteriális szűrő van benne, illetve ugye benne van ez a fresh box, ami van hozzá egy ilyen kis pára lecsepegtető tálca, illetve annyira optimális hőmérsékleten tartja, illetve a páratartalmat úgy intézi a hűtő, hogy akár 15 napig is teljesen frissek maradnak a zöldségek, gyümölcsök, így nem kell olyan sűrűn menni bevásárolni, illetve ha nem használod fel rögtön, akkor később is, két hét múlva is felhasználhatod ugyanolyan frissen a gyümölcsöket és a zöldségeket. Illetve van benne ugye egy ilyen fresh box is, ami egy 0 fokos rekesz. Ez azért jó, mert például húsokat, hogyha mondjuk nem aznap szeretnéd, megvetted a piacon, és nem aznap szeretnéd felhasználni, akkor nem kell lefagyasztanod, hanem oda beleteszed, és akkor frissen tartja neked pár napig a húsokat is. És itt áttérnék a főzőlapra, hiszen azt gondolom, hogy ez a kis lap, ez hihetetlenül okos, egy jó kis komputer, és mondhatni, luxus funkciói is vannak. Mesélj nekem egy picit erről, kérlek. Így van egyébként, ugye ez egy 8 zónás főzőlap, amit használhatsz külön 8 zónaként is, de ezeket már össze is vonhatod. Hozom ami... a serpenyőt, igen. Köszönöm. Ami ugye azt jelenti, hogy ha összevonod, mondjuk egy séf módba,
akkor nem kell neked beállítani a hőmérsékleteket, hanem itt van egy, itt meg tudod pirítani a húsgolyókat, mert mondjuk itt forró, ide áthúzod a serpenyőt, akkor itt tudod még tovább főzni, és hogyha lehúzod, akkor itt egy ilyen melegen tartás funkció van benne. És ezeket nem kell állítanod, hanem maga a főzőlap beállította saját magát az összevonással kapcsolatban. Fantasztikus funkció, én a csoki olvasztásnál rendszeresen használom, és Eperke még ugye azt mondta, hogy összekapcsolhatóak a zónák. Én azt azért nagyon szeretem, mert mondjuk mikor egy sült húst kiveszek a sütőből, és tepsisen ide rakom, akkor gondoljatok csak bele, hogy ezt a két zónát, ahogy összekapcsolom, mind a kettő melegen tartja, és mondjuk egy redukciót tudok készíteni a szaftjából, szóval ez egy fantasztikus dolog. Én nagyon-nagyon szeretem. De végrére hagytam a sütőt, ami számomra szívszerelem, hiszen egy jó sütő, az nagyon-nagyon kell a konyhába, úgyhogy ide is jövünk, és ezzel folytatjuk. Ez maga a csoda szerintem, elképesztően sok funkciója van, tényleg gondolkodik helyettünk, nagyon sok recept benne van, de Eperke mindjárt elmondja. Igen, igazából, hogyha bekapcsoljuk, ugye akkor rögtön látjuk is, hogy egy érintő kijelző jelenik meg, ráadásul magyar nyelvű, és itt is megjelennek kézi funkciók, illetve a hatodik érzék, amiben előre beprogramozott receptek, 100 receptet, több mint 100 receptet tartalmaz a sütő, és ez mindenféle életmódhoz kialakítva, mert hogy ugye ez a sütő, ez nem csak egy szimpla sütő, hanem gőzsütő is, illetve van benne hőlégbefúvás, ugye ez más, mint a hőlégkeverés, nem a bent lévő hőt keveri, hanem egy külön hőlégbefúvást tudunk alkalmazni, ami szintén ugye húsoknál abban segít, hogy ne száradjanak ki a sült húsok például, hanem frissek maradjanak. És ha még ezt kombinálod a gőzzel, na hát akkor ott aztán meg csodákat lehet művelni már. Igen, hát ez fantasztikus, főleg, hogy tényleg akik nem rutinos háziasszonyok, magában a technikában is segít a sütő, illetve az, hogy receptek is vannak benne, vagy legalábbis nyilván nem részletesen leírt receptek, hogyha tényleg, na akkor és viszont még bevásárló, ezt meg nekünk. Még bevásárló listát is készít, mert hogy ugye wifi funkcióval lehet kapcsolódni a sütőhöz, van egy applikációnk, a Six Live applikáció, és akkor kapcsolódsz a sütőhöz, megkeresed a receptet, ír egy bevásárló listát, elmész bevásárolni hozzá. És azt hittem, hogy ő elmegy bevásárolni. Nagyon jó lenne, majd ez a következő fejlesztésünk lesz. És tudod, mi még a mosogatás, na az még nagyon jó lenne, ha tudna mosogatni, önmosogatni. Hát jó. A mosogatógépünk tud önmosogatni. Igen, egyébként az is fantasztikus, viszont egy picit visszatérve nagyon felcsigáztál, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy most ha azt mondom, hogy ó, én nagyon vágyok mai nap egy pizza tésztára és pizza receptre, akkor meg tudod nekem keresni itt? Persze. Na gyere, mutasd. És akkor nincs is más dolgunk, mint hogy elindítsuk és becsukjuk a sütőajtót. Igen, de nem kell külön becsukni, hanem van a Whirlpool sütőkben egy úgynevezett lágy ajtózárás, ami azt jelenti, hogy csak így megbillented és saját magától szépen behúzza magát az ajtó. Tényleg fantasztikus ez az egész. Egy kicsit úgy érzem magam, mintha valami űrállomásban lennék. Na de visszakanyarodva egy picit a pizza tésztára, szóval elmentem, bevásároltam ez alapján ugye a hozzávalókat a pizzához, betettük a hűtőbe, aztán előkészítettük, ment vissza ide, és ami nagyon fontos, hogy ez a sütő még keleszteni is tud, amit én többször is kipróbáltam, lángost is készítettem, ami isteni, és nagyon jó a recept, de hogy ez hozzá kell, hogy tényleg egy légiesen könnyed emelkedett tészta legyen. Előkészítettük a pizzát, és még egy jó kis paradicsom szószt is csináltunk hozzá ezen a fantasztikus főzőlapon. Igen, és az a legjobb benne, hogy a hatodik érzék funkciónak köszönhetően van egy olyan funkció benne, hogy forralni tud, és bármilyen folyadék alapú, akár levest, akár mondjuk egy paradicsom szószt ráteszel, akkor érzékeli az edényen keresztül a hőelvonást, és optimális hőmérsékleten tartja. Tehát, hogy amúgy is egyszerű a kezelése a főzőlapnak, mert ilyen kis szlájdos csúszkák vannak, viszont nem kell tudnod beállítani, hogy most a paradicsom szószt hány fokon, vagy melyik fokozaton kell főznöd, hanem érzékeli a hőelvonást, és azon a kis rotyogó hőmérsékleten tartja végig. Hát köszönöm szépen, és hát tényleg titeket meg nagyon biztatlak, hogy ne maradjatok a régi termékeknél, ha
tehetitek, akkor mindenképp vásároljatok és próbáljatok ki ilyen innovatív főzőlapot, sütőt, illetve hűtőt, ami tényleg fantasztikus funkciókkal bírnak, és nagyon-nagyon innovatívak. És ami a legfontosabb, hogy megkönnyíti a ti sütéseteket és főzéseteket a konyhában, ráadásul időt és energiát spórol nektek. Köszönöm szépen, Eperke, hogy itt voltál velünk, és elmondtad ezt a sok-sok hasznos információt. Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!